Császárné Varga Erika vagyok, az alsó tagozatos igazgató helyettes, és a továbbiakban én leszek az, aki megpróbálok koordinálni és irányítani ezt a beiskolázási munkát. Hát általában sikerrel és megelégedéssel szokott ez történni. Remélem, hogy az idén is így lesz. Csak azért mondom, hogy hozzám forduljanak a kedves szülők minden ügyes, bajos dolgokkal. Természetesen, amit tudunk, azt megpróbálunk orvosolni, és arra törekszünk, hogy mindenki megelégedésére történjen a beiskolázás, és hogy minden a önök is, és a gyerekek is úgy kezdjék ezt a leendő tanévet, hogy nyugalommal, biztonsággal és jó érzéssel. Most pedig a mai napon szeretnénk, hogyha önök betekinthetnének az iskola tehetséggondozó munkájába. Úgyhogy azokat a ugye minden osztály képviselteti magát a mai napon. Ugye van egy az A osztályunk, amely ének, furúja és egy kicsit tánc mellett tette le a voksot, és ezeken a művészeti területeken tevékenykedik. A B osztályunk az a sportos osztály, ők ugye a sport iránt érdeklődnek, és általában azok a szülők iratják ide a gyermekeiket, akik maguk is egy kicsit elkötelezettek a sport iránt, tehát támogatják. És a C osztályunk pedig a színjátszós és a vizuális nevelés területén próbál egy kicsit többet nyújtani a gyerekeknek, legalábbis ezeken a művészeti területeket részesítik előbe. Természetesen ezek azért nem különülnek el az osztályokban. Tehát azért egy B-osztály is föl szokott lépni időnként egy mesejátékkal, vagy egy színpadi műsorral, vagy természetesen ők is részt vesznek a rajzpályázatokon, tehát nem egy éles elkülönülés. Ez csak általában az osztályok dominanciáját jelenti, amit én most elmondtam. És hát azért majd az óraszámokban is egy picit ez megjelenik, majd azért azt elmondom a kedves szülőknek a későbbiekben. Na, de én többet nem beszélek, hanem az első, a negyedik A osztály következik a színpadon, és hát fogadják őket szeretettel. Nagyon Tara!
egész biztos nagyon sokat fogunk róla hallani. A kerületi néptani illető versenyeken nagy örömünkre mindig első helyezést hozott el neki. Most az idejében a felsősökkel indult a kerületi versenyen, ahol aranyminősítést kaptak. Úgyhogy én most itt önök előttetek gyerekek szeretném Fanninak átadni azt az oklevelet, amit a kerületben kaptunk ezért a gyönyörű minősítésért. Köszönjük, amit át a Fanninak. Jövőre a tanítónénik, és ők fogják igazgatni ezeknek a piciknek az életét. A kedves szülőkkel legnagyobb egyetértésben remélhetőleg és munkában. Köszönöm szépen, kedves tanítónénik, hogy ide jöttetek, és be tudtalak benneteket mutatni.
Köszönöm.